Hát sziasztok gyerekek, én már mi is elkezdtünk a következő videónkhoz. Újra Roblox videó. Amúgy gyerekek, az előző Roblox videóm az csak egy ilyen kis bemutató videó lett volna. Most pedig egy ilyen pályákon fogunk ilyen izéket teljesíteni. Ahol most egy olyan pályán vagyok benne, hogy ilyen Survivor-ös rész. És hogyha most épp meteor valami van ott a lenti világban, amit én most itt nem látok, lehet, hogy onnan lehet látni, hogy most zuhannak le meteorok, és ezeket, amik itt le vannak, ilyen tűz, meg meteor, meg földrengés, meg cunami, ezek vannak, és ezeket kell így túlélnünk. És most mindjárt vége lesz az időnek, és meg tudjuk tekinteni, hogy igen, ezek élték túl ezt a Rob... nem, mi a neve? És nem teszem a neve, ezek élték túl, és mindjárt belépünk mi is, és itt írja a rangot, aki... Na gyerekek, hát én itt is lennék, amúgy azért kerültem ide vissza, mert ugye meghaltam, mert anya hívott, amúgy ilyen savas esőszer, és ezek érték túl. Én azért nem éltem túl, mert most ezek megölettem magamat, mert... mert anya kihívott, és amikor már kimentem, akkor még éltem ugye, de... meg már nagyon kevés életem volt, és videóban szerettem volna ezeket fölvenni. Szóval, ja, és most jön park. Egy ilyen parkban leszünk, ahol állítólag egy ilyen, hát egy park. És itt is ilyen dolgok vannak. Na hát nekünk most valahova el kéne bújnunk, nehogy lehet. Igen, ilyen savas esőszerűség van. Ide kell befutnunk ilyenkor, mert... itt a savas ilyen eső dolog, így könnyen meg tud minket ölni. És hogyha alattunk bezöldül a talaj, akkor ki kell futnunk. Addig itt kell maradnunk. Jézusom, nem is az. Inkább jó, ha itt vagyunk bent. Ez ilyen villámlás törgésszerűség szerintem. Nem tudom, most mindenki ide bemenekül, mert azt hiszik, hogy minden lesz. De most semmi. Amúgy én a zsebi hatalok is ennyien vannak benne, amíg most én föltekerek. És éveket kell így túlélni. Ugye nem pont ugyanígy, de máshogy így túl kell élni. Most én... na, meghaltam. Akik benne voltak abban az izében, azok mind meghaltak. Na nézzük, nézzük, hogy kik élik túl is, hogy hol. Nem is láttam őket. Ez egy minden másos dolog. Ilyen vihar szerintem. És ezeket így túl kéne nyerni. Hát mi nekünk most nem sikerült túlélnünk. És arra, annak a neve kerül föl, aki a legtöbb pontot szerzi. Hát szerintem nekünk ma nem lesz. De ugye kétszer meg, ugye még kettőt fogok menni, és utána átrajtolunk egy másik játékban. Survivor. Ezek érték túl. Első sokám. Nem mindegy. Na, mindjárt bedob akkor minket egy másik pályába. Most ezt lent várjuk meg. Amúgy igen, így kell leérkezni könnyen. Meg... na, home. Happy home. Ez boldog lakás. Igen. Itt egy boldog lakás. Egy kis sima lakás, ahol van ilyen kis csúszda, meg minden. Jó ötlet, én is felmegyek a csúszdára, ha le lehet csúszni.
Ez az a... Még nem írta ki, hogy ez mi. Ezért még nem kell tudnunk. Mindjárt kiderül, hogy ez mi. Akkor ez az, amire gondolok, vagy mert még nem írta ki. Nem tudom, én azért lecsúszok egyet. Mindjárt kiírja, hogy ez mi. Most írja ki, ugye felettem itt ki. Igen, ez egy savas esős dolog. Dolog, ugye itt mindig ilyen fedett. Jaj, árvíz van! Hogy mi történt? Hát, ez lehetetlen volt túlélni, az egész ilyen ház eltört. Eznek tudja, hogy nagyon kevés lesz, aki túléli. No igen, mondtam, nem érte túl senki, nem érte túl senki. Ha még egyet megyünk is idehetnénk egy másik játékben, ugye tudhattuk volna, hogy nem hol meg, nem éli túl senki, mert egész házi romogó helyett, így nem volt hova bújni. És úgy most újra generálnám, ez melyik office, nem tudom melyik pálya, így lehet, hogy nem voltam. Mondjuk a Happy Home-osban nem voltam. Itt már voltam. Itt már voltam ez a habba a hatalmas, vagy itt még nem voltam ebben a hatalmas épületben. Na, látjátok? És én itt lent fogom várni, hogy mi fog történni, ezt majd befutok. Na, én még nem tudom, mi fog történni. Csak akkor megyek be, hogyha már tudom, mert lehet, hogy kint kell maradni. Ez ugye soha nem lehet tudni. 23 van itt a chat, és mi is tudunk írni így a chatbe. Úristen! Kifele a házból, tudtam, hogy ez olyan, hogy ki kell mennünk a házból, mert földrengés van, gyerekek, itt a házból ki kell menni, mert egész házból. Hát jó dolog, hogy itt maradtunk, mert földrengés van, most jó, hogy kijöttünk a házból. Földrengés van, gyerekek, ezért kell kijönni a házból, ugye, mert széttörik a ház. És most ezt a földrengést kéne túlélnünk, úgyhogy a ház ne boruljon ránk. És jó ötlet volt, hogy mi ide nem mentünk be a házba, mert bár bementünk volna. Ugye, jó ötletem volt. Ugye, ott futnak még ki, ugye, akik bent ragadtak a házba. Nézzétek a házat, látjátok? Igen, ezért, és ott fent van valahol, ahol látnak minket, ez nagyon nagy valószínűséggel lehetséges, hogy túléljük. Ez nagyon lehetséges, hogy túléljük. Nézzétek a házat, romokba hever. És nem szabadna, hogy ránk boruljon a ház. Jaj, ne! Pont elvesztettük, gyerekek, pont a végén elvesztettük el, mert kiestünk a világból. Hát, ez nagy kár volt. Na nézzük, hát egyetlen... Hatan élték túl. Jó van, gyerekek, azért mivel meghaltam, azért megyek még egy utolsót. És utána átmegyünk egy másikba. Amúgy írjátok már meg tényleg kommentbe, hogyha jó a karakterem, mert én nem láttam kommentbe, hogy írtatok volna valamit. Na, ez melyik? Na, ebbe sem voltam még. Sorry. Igen, itt ez egy rakétakilövő állomás. Igen, itt sem voltam még. Mi lesz most? Föl fog emelkedni a rakéta? Akkor benéljék a rakéta, de mit szóltok oda? Ne, mert már azért, hogyha mégis... Kíváncsi lennék, hogy az ilyen pályán mi fog
történni az ilyen pici pályán. Remélem földrengés fog történni, mert ez ahhoz nagyon kicsi, de mondjuk itt be lehet menni, és itt föl lehet menni, de várjunk most itt bent, így. Menjünk föl, és ott várjunk. Ez melyik? Ez melyik? Ja, hogy kilövik a rakétát. És ebben mit kell túlélni? Én felmegyek a legtetejére, mert mindenki felfut hoz. Itt vagyok a legtetején, nézd meg. Itt kell megnézni, hogy a rakéta föl repül. Az meg ugye ki nem. Mi történt? Ó, maradtunk volna kint. Az egész épület. Nem az egész. Vagy hát de az egész épület ketté rizélt. Hát ennek tudja, hogy sem mindenki meghalt. Tudja, hogy nem volt túlélő, gyerekek. Tudja, hogy nem volt túlélő. Ezt 100%-ba fogadjunk, hogy nem volt ennek túlélője. Mert mindenki az épületbe menekült, ugye be. Meg a tetőre menekült föl. Szóval tudja, hogy fix, hogy ennek túlélője nem volt. Embereket sem látni itt. Vagy innen. Ezt még nagyon akarná. És lehet túlélő! És én meg egy embert sem látok ott, hát... Ez elég ritkán. De mi nagyon gagyik vagyunk. Melyik? Ez is ilyen házas dolog. Amúgy tudom, hogy ezt mondtam, hogy már nem fog többet csinálni, ez nagyon tetszik nekem, de még legalább egyet, igen, még legalább egyet menjünk. Ez ilyen gyümölcsös volt. Ennek meg miért nem van is innen. Ki kell majd, nem, már maradjunk kint, hát ha valami olyan van. Mindjárt írja, hogy mi fog történni. Hát egy kicsit azért hátrálok, nehogy kiesik a világból. Ami ez a hajam ott elől nagyon belelóg a képembe. Szóval képest menő. Be a házba. Menjünk be a házba. Igen, ez olyan, hogy villámlik, azt hiszem. Hát ki kell itt futnunk? Nem, fussunk ki, itt a villám, fussunk ki. Nem tudom mi. Ó, Isten, menjünk ki innen, ugye a fal alá. Hülyék vagyunk, hogy a fal alá akarunk bemenni? Jaj, ez az. Oda ne álljunk. Hát ezt kéne túlélni. Nem tudom, hogy itt mi történt. Itt az egész ház így kicsit ketté törik. És fel tudunk mászni, azt hiszem, igen. Innen is tudjuk nézni. Yeah, ez vulkán kitörés! Itt volt vulkán! Ezt is tökény nagyon nehezen felték tőle az emberek. Meglátszódik a vulkán. A zsebi az már nincsen meg. Zsebi hat, hát a legjobb. Amúgy gyerekek, hogyha ti is robloxoztok, és megláttok egy olyat, hogy zsebi hat, az én vagyok. Szóval, igen.
Na de mi most lépjünk is innen ugye ki, és menjünk be a mi kis házikunkba. A mi kis városkánkba, most ha lehet úgy mondani. Gyerekek, ugye mindig a házunkba fogjuk a Roblox videónkat befejezni. Igen, lesz túlélős sorozatom ma, hát nem ma már nem lesz videó, de lesz túlélős sorozatom még, de holnap ne számítsatok túlélős sorozatra. Számíthatok egy darab túlélős sorozatra max, mert utána már nem lesz, hanem most Roblox videóba fogunk egy kicsit Robloxozni fogunk mostanában. Szóval most amúgy a Meep City-be fogunk menni, mert 15 percesebb felhat már a videó. És én még egy kicsit fogok Robloxozni, ami 100%-on több lett 6%, az nagyon jó. Szóval én még fogok Robloxozni, csak videón kívül. Na itt most vagyunk ugye a házig mellett. A zenét levettem, hogy halljatok. Így ennyire. Ennek nagy értelme van. Te hallod? Ezt ilyen kicsi a házam, az mégis akkora. Mégis akkora a házam, azt mégis ilyen kicsit adnak. Ez az én házam. Hát menjünk be a mi házunkba. És elég menő. Elég menő, mit ne mondjak. Nem aludni jöttünk be, nem. Nem a fürdőnket fogjuk egy kicsit. Kicsit a fürdőnket fogjuk nagyobbítani. Hát nem nagyobbítani, hanem rakni hozzá dolgokat. Nincs jó helyen. Be tudok menni fürödni? Ami mire gondoltam, miért ne tudnék bemenni fürödni, de miért nem kéne amúgy levetkőznem el? Jó, van itt lámpa. Ja, most rakok bele vizet. Ja, de hogy még leengedem. Oké, akkor inkább folyna a víz egy kicsit. Mini? Az a lámpa nem tudom mit keresed, de legalább nem lesz sötét. Menj meg. Van a hüttőnkbe fagyi. Szépen együk meg. Ezt a hüttőajtót meg nem csukom be. Ugye most nem menj vissza a hüttőbe. De hogy nem tudom, biztos, hogy rányomtam. Igen, és egy nyalás is elmegy a fagyi. Mindegy, gyerekek, kapcsoljuk be a tévét, úgy ne nézzen ki gagyán. A fejtetőm van a tévé, nem csak. Ne tűnt be. Ehhez a szobához is kéne már építeni dolgot azért. Ne ilyen kis genya kis szobácska legyen, hanem legyen azért sokkal. Amíg kell, hogy itt nem tudom a... Nem azt, hogy nem tudom, hanem nem tudom a falat egy kicsit, hogy szebb legyen legalább akkor annyi, de hát mi nincs annyi. Mani.
Ide lerakom ezt a széket. És még annyit fogok most csinálni gyermekeim, hogy ez mivel rossz helyen van. Jó gagyi, de most mit tettek már? Jaj, de én lábujja meg közben elzsibbadt. Mert úgy ülök itt. De gyerekek! Nagy értelme van, amúgy meg most este lesz. Tudja, hogy aki megyek este lesz amúgy meg. Az egész lábujja már elzsibbadt. Hát ahogy ülök itt, nem is csodálom. Nem, hogy meg azért ülök... Azért ülök így, mert... Közben lenne 500 a manim. Na. Azért megfizetnek. Mindig csak azt az egy darab babakocsit bírom megvenni, persze, hogy csak annyit. Nem tudom mi. Na nézzük meg az állatokat. Ha valamelyik megtetszik nekünk.